Javában zajlanak a munkálatok a Nyugat-Magyarországi Egyetem geoinformatikai karának Pirosalma utcai főépületében. Itt is az intézmény hosszú sétatéri kollégiumának A és B épületében teljes körű energetikai korszerűsítést hajtanak végre. Üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése, az energiavesztéseknek a megszüntetése vagy csökkentése, minimalizálása a következőkben. Itt Székesfehérváron pont ez az utolsó kettő, ami meg fog valósulni. Három épületet érint, ez itt a Pirosalma utcában a főépületet, illetve a kollégiumnak a két épületét. Ez a szigeteléseket, tetőszigetelést, kazán fűtésrendszerek cseréjét, nyílászárok cseréjét, tehát valóban egy komplex cserét jelentene. Ha a korszerűsítés lezárul, éves szinten körülbelül 10 millió forintot tud majd megtakarítani az egyetem. 4 hónap áll a kivitelező rendelkezésére, hogy befejezze a munkálatokat. Egy hónapja kezdődött, tehát szeptember elején, augusztus utolsó napjaiban kezdődött a beruházás, és azt kell mondani, nagyon jól halad. Egy hónap alatt közel 50%-os készültségi szinten áll most a beruházás. Én mindenképpen először szeretnék gratulálni, ahhoz, hogy ezt a pályázati lehetőséget az egyetemre elnyerte. Székesfehérvár polgármestere a projekt bemutatón köszönetét fejezte ki az egyetem vezetésének, hogy a fehérvári intézmény felújítása is megvalósul. Ahogy azt Cserpalkovics András mondta, ezek a beruházások a jövőnek szólnak, és Fehérvár számára fontos, hogy az itt tanuló diákok jól érezzék magukat. A munkálatok decemberben érnek véget. A három fehérvári épület korszerűsítésének összköltsége mintegy 227 millió forint. A 100%-os finanszírozású projekt uniós támogatással, az Európai Kohéziós Alaptárs finanszírozásával valósul meg.